A szomszédos Ukrajnában zajló háborús állapot nincs befolyással a paksi beruházások zökkenőmentes folytatására és a térség fejlesztésére sem. A programban résztvevő képzésintézményeknek köszönhetően biztosított a szakképzett munkaerő folyamatos ellátása minden területre. Többek között erről beszéltek a Közép-Dunamenti Kiemelt Térség képzési és foglalkoztatásfejlesztési fórum alapításához kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírása alkalmából tartott eseményen. A rendezvényen jelen volt Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja. Ő elmondta, egyik nagy előnye az együttműködési szerződés aláírásának, hogy ez a megállapodás nem csak a szakképzésről, hanem térségfejlesztésről is szól. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségi pillanat, mert hogy azok a térségi szereplők, akik itt a kiemelt térségben dolgoznak, élnek, működnek, közöttük, ha nincsen meg az együttműködés, és nincsen meg az a stratégiai közös gondolkodás, ami szükséges ahhoz, hogy a térség fejlődjön, akkor nem tudunk fejlődni. És számomra ez az egyik legnagyobb előnye és lehetősége ennek a mai aláírásnak, hogy részesei vagyunk egy olyan nagy együttgondolkodásnak, ami nem kifejezetten csak és kizárólag képzésről, szakképzésről, hanem immár térségfejlesztésről is tud szólni. Hozzátette, fontos a munkaerőpiac, kereslet és kínálat közös álláspontba kerülése. A legnagyobb lehetőséget a gazdaság szereplői és képzésszervező intézmények összhangjában látja. Ahhoz, hogy egy térség fejlődni tudjon, véleményem szerint alapvetés, hogy a kereslet és a kínálat valahol összhangba kerüljön. Ugye a munkaerőpiac elképzelhetetlen képzés nélkül, hiszen annélkül a fejlődés lehetetlen, képzett munkaerő az egy alapvetés. Amennyiben a képzési kereslet és a kínálat összecsatolódik, akkor tudunk fejlődni. Most én ennek az együttműködésnek ebben látom az egyik nagy lehetőségét a jövőt tekintve, és térségi szinten is ebben látom az óriási lehetőséget, hogy az itt dolgozó, itt élő szereplőknek ez az együttműködése, azaz a cégek kereslete, képzési kereslete, munkaerőpiaci kereslete igénye, és a másik oldalon pedig megjelenő kínálat össze tudjon csatlakozni. Én azt gondolom, ez mindenki számára előnyös, a gazdaság szereplői számára, a képzők számára, de azt gondolom, hogy az önkormányzatok, illetve akár a kormányzati oldal számára is ez egy rendkívül fontos lépés. Mikulás Brigitta, a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács elnöke úgy nyilatkozott, hogy az együttműködési szerződés aláírásával a munkaerőpiac képes lesz kiszolgálni a fellépő igényeket. A Közép-Dunamenti kiemelt térség életében azt gondolom, hogy egy a hosszú távú fejlődés szempontjából egy rendkívül meghatározó stratégiai dokumentum, ez az együttműködési megállapodás, ami a mai napon aláírásra került. Széles körben kerestünk meg a Közép-Dunamenti kiemelt térséget érintő, tehát ezt a földrajzilag lehatárolt 99 település vonatkozásában meghatározott térséget érintően azokat a szervezeteket, amelyek képzéssel, szakképzéssel, felnőtt képzéssel foglalkoznak és részt vesznek abban, hogy a munkaerőpiac megfelelően tudja biztosítani a munkaerőpiaci igényeket, illetve a kereslet, tehát ki tudja szolgálni. Az elnök elmondta, hogy a munkaerőpiac igényeinek biztosítása érdekében felkeresték a régió olyan intézményeit, akik szakképzéssel foglalkoznak, hogy ezáltal is segítsenek a fiataloknak a pályaorientációban és a munkavállalásban. Alapvetően a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanácsnak éppen ez a feladata, hogy nem csak a Paks 2 beruházás miatt felmerülő hatásokat, hanem egyébként is mindazokat a vállalkozásokat, amelyek a térségben a mai napon is működnek, azoknak a munkaerőképzési igényét kezelje. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a térségben a fiataloknak az elvándorlását valamilyen eszközök mentén megpróbáljuk, nem is megakadályozni, de legalább támogassuk őket abban, hogy kapjanak ismereteket arról, hogy milyen képzési lehetőségek vannak itt a szűkebb környezetükben, hogy milyen munkaerő piaci lehetőségek várnak rájuk. És ebben azt gondolom, hogy a fejlesztési tanácsnak és a fejlesztési tanácsnak a gyakorlatilag az operatív munkaszervezete, a fejlesztési ügynökség nagyon nagy szerepe tud lenni a jövőben. Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter,
Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy véli, kisebb településeken is elengedhetetlen az oktatás fejlesztése és az új munkahelyek létesítése, ugyanis csak így lehet megakadályozni az utóbbi évekre jellemző elvándorlást a fiatal munkavállalók körében. De ugye az a legfontosabb, hogy itt egy komoly munka előzte meg, fölmérés a települések, lakosság szerint, iskolai végzettség, foglalkoztatási lehetőség egyéb, és akkor egyértelműen látszik, hogy melyik azok a területek, ahol a szakképzésbe, diplomások foglalkoztatásában vannak tartalékaink, és akkor ez a aláírás arról azt fogja tartalmazni hosszú távon, hogy akkor ezeket a területeket erősítsük, hogy az elvándorlás ebből a 3 megyébe is jellemző, ahogy fölmértük, és akkor ha olyan szakmát adunk, és olyan ipartelepítő, ahol a szakma is, és az ipar is hogy kezdettől össze van nézve, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy itt tudnak maradni a fiataljaink. Süli János elmondása szerint az új paksi blokkok elindulásával jelentősen csökkenni fog Magyarország üzemeinek károsanyag kibocsátása. A megújuló energiával működő erőművek által előállított elektromos áramot sajnos még nem tudják megfelelő hatásfokkal tárolni, ezért is van szükség a jelenleg is üzemelőkre. Paks 2-t, ha beüzemeljük, ugye az 17 millió tonna széndioxidot váltunk ki, és akkor el lehet dönteni, hogy mit állítunk le. Ugye van egy mátrai lignit erőművünk, annak a leállítás egyébként lassan esedékes az élettartama miatt. Korszerű lignit blokkokat, mivel hazai tüzelőanyag csak az van, az majd megfontolás tárgya, hogy megépítjük, de akkor egy modern korszerűt kell, hogy a gázos erőművek bocsájtanak még ki, szabályzó erőművekre szükség van, de abban is minél modernebb, minél újabb gázturbinás erőművet építünk, annál kisebb a kibocsátás. Tehát Paks önmagában ennyit vált ki, ezt hagyományossal kellene előállítani, mert sajnos megújulóval nem tudjuk, hisz ma itt most szépen termelnek a megújulók, de ahogy elérünk mondjuk este 7 körül már ez a megújuló termelés abban marad.